A Cegléd és környéki termelőket várták a DPMG ZRT telephelyén, hogy bemutassák a vetőmagokat, valamint a magyar fajták tulajdonságait. Lényegében a Cegléd északi része ugye megfelelő a talajminőség, itt ugye a minőségi gabona búzák előállítására. Sajnos a csapadék viszonyok azok elég változatosak, illetve elég száraz körülmények vannak. Ez lehetőséget ad a jobb minőség elérésére. Az utóbbi idők, ugye itt a klímaváltozás kapcsán, ez itt is érezzük, kezdjük érezni. Egyre jobban éget a nap, folytatta, ez pedig meglátszik a terményeken is. Napégés tünetei figyelhetők meg rajtuk. Most nyár elején a kalászos gabonákkal kezdik a betakarítást. Kezdjük majd valószínűleg árpa, repce, őszi búza és a egyéb kalászosokról stritikálé, majd ugye az őszi betakarítás, ugye a kapás kultúrák. Jelenleg a kapás kultúrák szép képet mutatnak, itt a úgymond mesőhiány ellenére. Idén valószínűleg nem érik el a tavalyi termés mennyiséget, de a kiesést remélhetőleg a minőség kompenzálni fogja. A kalászos fajta bemutatón a vezérigazgató Szilágyi Dezső is köszöntötte a résztvevőket. A termelők különböző előadásokat hallhattak, majd tapasztalatot cserélhettek egymással.